Napról napra nő a koronavírussal fertőzöttek száma Hargita megyében. Az elmúlt 24 órában 323 beteg tesztje bizonyult pozitívnak. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ismét átalakítottak osztályukat annak érdekében, hogy fogadni tudják a betegeket. Folyamatosan emelkedik a betegszám, de nem annyira gyorsan, mint ahogy ez az előző hullámban. Korai még összehasonlítani a korábbi hullámok intenzitásával a jelenleg még felszálló ágban levő ötödik hullámot, magyarázza a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szóvivője. Az azonban elmondható, hogy egyre több a beteg ismét. A kórház újabb osztályokat szabadított fel, ahol a COVID-19-el fertőzött beutaltakat tudják majd fogadni. Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban ma 96 covidos páciens tápolunk, mivel a csíksomlyói a tüdőgyógyászati és fertőző betegségek osztályán a kapacitás az telítődött, ezért mától a belgyógyászati osztályon is covidos betegeket látnak el. Itt további 41 hely áll rendelkezésre, tehát ma összesen 139 hely van a kórházban elkülönítve covidos betegek számára. A beutaltak mintegy 70%-a oxigénes légzés támogatásra szorul, és közel 80%-uk nincs beoltva. Hargita megyében a fertőzöttségi arány 6,54 ezrelék, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely vörös zónának számít.